Sziasztok, gyerekek! A mai írás órán három újabb nagybetű írását tanulhatjátok meg. Ez a három betű a nagy írott I, a nagy írott I és a nagy írott K betű lesz. Nézzük meg, hogy mi mindent tudtok már ezekről a betűkről. Ismeritek az I betűből a nyomtatott kicsit, az írott kicsit, a nyomtatott nagyot, és ma, ezen a mai órán megtanuljátok az írott nagy I betűt. A hosszú I-ből nyomtatott kicsit, írott kicsit ismeritek, a nyomtatott nagyot is, és megtanuljátok a mai órán az írott nagy I betűt. K betű, nyomtatott kicsi, írott kicsi, nyomtatott nagy, és a mai órán megtanuljátok az írott nagy K betűt, hogy írjuk. Mindegyiknél láttok valamit a képen, ami ezzel a hanggal kezdődik, rövid ível az ing, a kislány ír, és egy könyv van, ami K betűvel kezdődik, ezek nem nagy betűkkel kezdődnek, de a szó elején ez a betű áll, ezt a hangot mondjuk ki. Nézzük meg először az írott nagy I betűt, hogy írjuk. Tehát egy kis ferde egyenessel indítom, lefele jövök egyenessel, és balra pedig egy horog. Ez az írott nagy I betű, a rövid I. Nem teszünk rá pontot. Tehát a nagy írott I betűre, hogyha röviden ejtjük, akkor nem kerül pont. Még egyszer átírom, tehát ferde, lefele, és balra egy horog. Átírom kékkel is, ferde, lefele, és balra egy horogban végződik. Most rögtön megnézzük, hogy néz ki ennek a hosszú párja, ami hosszú I betű, írott I betű. Hát ugyanilyen a formája, tehát balra, lefele, bocsánat, balról indítottam, tehát jobbra, lefele, és balra egy horogban végződik. Még egyszer. Ferde egyenes, lefele, és balra egy horog, és a hosszú I-nek van ékezete, egy hosszú ékezetet teszünk ki. Tehát a nagy betűnél, a nagy I-nél, ami rövid, röviden ejtjük, írjuk, oda nem teszünk pontot, ellentétben a kicsi I betűhöz. Ugye azon van pont, a nagynál nincs. És a hosszúra pedig teszünk egy hosszú ékezetet. Átírjuk ezt is kékkel, tehát egy kis ferde egyenessel jövök, lefele, és balra egy horog, és az ékezet I. Nézzük meg a levegőbe, és írunk belőle. Ferde, lefele, és balra egy horog. És írunk egy hosszú I-t is. Ferde, lefele, balra horog, és kitettük az ékezetet. Nézzük meg, hogy a vonalrendszerben hol helyezkedik el, és hogy írjuk. Alapvonal, első segédvonal, második segédvonal közeléből indítom ezzel a kis fertével, egészen a második segédvonalig felmegyek le, és az alapvonalnál gömbölyítem balra. Ez az I. Mellé írunk egy hosszút is. Ez pedig az I. Írott nagy I, írott nagy I. Még egyet írunk mindegyikből. I, tehát nincs pont a rövid I-n, a hosszún viszont van egy ékezet. Jó? Szeretnék most egy mondatot írni veletek ezzel a betűvel, ami ezzel kezdődik, de ahhoz én szeretném, hogyha egy verset meghallgatnátok, és ebből a versből fogunk leírni egy sort.
Ez egy nagyon szép vers, Petőfi Sándor írta, biztos hallottátok már az ő nevét, és az a vers címe, hogy itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. S valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik a virrad reggele, aki kelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Eddig a vers, tart ez tovább is, de tovább nem mondom el, ez csak egy részlete volt ennek a versnek, és ebből a versből írjuk le most az első sort, ami úgy hangzik, hogy itt van az ősz, itt van újra. Tehát a vers első sorát írjuk itt, nagy írott i betűvel, rövid i, és itt kapcsolom hozzá a következő betűt, a t betűt, itt, ez kettő t betű az itt, itt van, az, ősz, hosszú ő, az ősz, vesszőt teszünk, itt, megint kettő többető az itt, van, és nem fér ide már nekem ki az, hogy újra, ezért új sorba írom, újra. Pontos jö betű az újra, és hosszú ú. Három pontot teszünk utána, mert ez azt jelenti, hogy még folytatódik ez a vers, ez a mondat több résszel, csak kiragadtunk egy picit ebből a versből, és mivel idéztünk, ezért fontos, hogy pontosan jelöljük, hogy ez egy idézet, azt pedig úgy jelöljük, hogy teszünk ide is egy kis idézőjelet, ahol kezdődik, oda le az alapvonalra, itt van az ősz, itt van újra, és ahol befejeztük, a pont azt jelenti, hogy folytatódik még, de mi tovább nem írjuk, nem mondjuk most, és bezártuk ezt a kis részt idézőjellel, ide fel a második segédvonalra teszünk ilyen kis macskakörmöt, ez az idézőjel úgy nevezik. Jó, helyesírásilag rendben van minden a mondatunkkal, leellenőriztük, és szeretném, ha még a hosszú i betűvel is írnánk valamit. Gondolkoztam, hogy mi legyen, ami ezzel a hosszú ível kezdődik, hát túl sokat nem találtam, azt találtam, hogy Írország. Ezt fogjuk leírni hosszú ível. Bocsánat. Újraindítom. Tehát. Akkor teszem majd ki az i betűre az ékezetet, amikor leírtam. Hosszú i. Írország. Az á betűre nem felejtjük el az ékezetet. Nagyon fontos, mert egész más jelentenek a szavak ékezet nélkül esetleg. Leírtuk a rövid, nagy írott i betűt, leírtuk a hosszú i betűt, írott i betűt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a röviden a nagy i betűn nincsen pont, a hosszú viszont van ékezet, ez a hosszú ékezet.
be kell írnunk majd a keretbe, de van még egy betű, a harmadik betű, amit megtanulunk ezen az órán, amit megtanulhatok, az az írott nagy K betű lesz. Letörlöm ezt I betűket, és már is mutatom. Az írott nagy K betű írása nehéz. Azt bizony sokat kell majd gyakorolni. Jól meg kell figyelni, hogy hogy írjuk. Tehát egy kis egyenessel indítom, balról jobbra haladok ezzel a döntött egyenessel, ferde egyenessel, aztán lefele, egy álló egyenes, balra egy horog. És most jön a neheze, el kell helyeznem itt picit távolabb tőle a krétát, és elindítom a K betű következő részét, az egy ilyen középre, ennek az állóegyenesnek a közepére bejövő hullámos vonal, visszajövök ezen, és így van kész a K betűt. Hát ez első látásra biztos, hogy nehéz, bonyolult. Most többször megmutatom, kövesd kérlek a kezemet, hogy hogy írom. Tehát jobbra indítom ezzel a kis ferde egyenessel, aztán ez a második, ez az egyenes lefele, horog balra. Elhelyezem körülbelül ebbe a távolságba a krétámat, és akkor egy ilyen hullámosat alakítok, és az álló egyenes közepéig így visszajövök. Ugyanezen a vonalon vissza, és lefele is ugyanezt megcsinálom. Igen, ez még mindig bonyolult, hogy most be fogjuk számozni. Az első ez a kis ferde. A második, hogy lejövök ezzel az egyenessel, és a horogvonallal végződik. A harmadik lesz ez a hullámos, amivel bemegyek egészen ide az álló egyenes közepéig, és a negyedik az, hogy itt visszajövök, és egy újabb ilyen hullámos vonalat alakítok ki, és azzal zárom a K betűt. Kékkel átírom, tehát 1, 2, 3 és 4. Na még egyszer, és akkor már menni fog. 1, 2, felemeltem. 3, és a negyedik. Kész az írott nagy K betű. Levegőbe is írunk belőle. Jobbra indítom kis ferdével, lefele, balra a horog, aztán az egyik hullám, és a másik hullám. Még egyet. Lefele, horog, hullám, hullám. Nézzük meg a vonalrendszerben ezt a betűt. Második segédvonal közeléből indítom, ezzel a kis ferde egyenessel, lefele, balra elkerekítettem, és aztán megpróbálom egy normális távolságból indítani, de ha nem sikerül, semmi probléma, mutatok majd többfélét, hogy van soványabb K betű, és van erősebb, kicsit kövérebb K betű. Tehát hullám, középre bemegyek, és vissza. És írok most egy olyat, amin egy picit közelebb van ez a rész. És az is ugyanúgy helyes. Ez is helyes. És mutatok még egyet. Még ez is helyes. És hogyha sokat gyakoroljátok ezeket a betűket, akkor meg fogjátok találni azt a távolságot, amivel éppen jól néz ki, éppen szép lesz ez az írott nagy K betű, aminek bizony nem egyszerű az írása, sokat kell gyakorolni. Jó? És megnézzük, hogy hogy kapcsolunk hozzá egy betűt. Legyen egy név, amit leírunk, írjuk le azt a nevet, hogy Krisztián. R betűt fogunk hozzá kapcsolni.
mikor leírtuk, csak akkor megyünk vissza, és nézzük meg, hogy mi mindent kell még elvégeznünk a szó helyesírásán. Krisz, t, i, án, Krisztián. Leírtuk, és írjunk egy mondatot is, ami ezzel a nagy írott k betűvel kezdődik, legyen egy közmondás, mégpedig az, hogy ki korán kell, aranyat lel. Tehát késedelem nélkül cselekszik valaki, az bizony sokra viszi. Ki? Korán. Kell. Veszőt teszünk ide. Aranyat. Lel. A lel az azt jelenti, hogy talál. Persze nem szó szerint kell ezt érteni, de az is lehet még, előfordulhat, hanem azt jelenti, hogy jó dolog idejében megtenni dolgokat, elvégezni munkákat. Ki korán kell, aranyat lel. Nincs más dolgunk, mint hogy beírjuk azokat az írott nagybetűket, amiket megtanultatok ezen az órán. Tehát megtanultátok az írott nagy i betűt, a rövidet, megjegyeztétek, hogy a nagyra nem teszünk pontot, ha rövid. Az, hogyha nincs rajta ékezet, az akkor azt jelenti, hogy az rövid i, röviden ejtjük azt a szót, amit leírtunk. Megtanultuk az írott nagy i betűt, ezen viszont van ékezet, és megtanultátok az írott nagy k betűt, aminek az írását még sokat kell gyakorolni, hogy igazán szép legyen. Köszönöm, hogy velem együtt írtatok, gyakoroljátok ezeknek a betűknek az írását, és tartsatok velem a következő írás órán is. Sziasztok!